Na most még, tehát a zeneiskolát elmondtam, igen. És még azt is, hogy egyre több azoknak a száma, akik dologról elvándoroltak, és annyira figyelnek, és kérik a kiadványukat, kérik a népszokásokat. Most is három volt dorogénak küldtem el kazettám a dorogi betlehemes játékot. Itt két éve nem lehet bemutatni, mert hát ugye azt az ember félre sepertük, más meg nem vállalja, mert igen, rengeteg munkát igényel. 9 kiadványunk van, uraim. Több száz óra csak az anyag összegyűjtése. Mire már elkerül a nyomdába, 1000 óránál is több, meg sokszor van a nagyobb munka, mert még 2000 óra is, ha felírnek, benne van. Ezt nem mindenki csinálja, mint én is megszállok, csinálom. Na, akkor ezt is elmondom, elnézést, mindjárt befejezem, nem veszem a türelmüket sokáig hétbe, és még van egy, ami éppen nem ehhez a ponthoz tartozik, de mint régi pedagógus, aki nagyon sok gyermeket bocsátottam a szárnyára, és büszkén mondom el, hogy a tanítványaim közül mérnök, orvos, professzor, rengeteg van, azon kívül nagyon sok becsületes, kiváló szakember, és ezek, akiknek nagy része elment dologról, mert itt nem volt számára lehetőség, és nagyon sok osztálytalálkozóra meghívnak, ahol nem voltam osztályfő. Elhívnak, megyek is. És most is, decemberben volt, vagy novemberben a Móra iskolában egy találkozó, és akkor volt tanítványuk, hogy megtetszik is, mert mondom, azt mondja, ide tessék figyelni. Minden könyvet megvettem, meg a testvérem itt lakik, megvesszük, mert ez dorogol egy darab. Nagyon sokszor cseng a telefon, most is volt a kis Tóth kislány, hogy nehogy azt higgyék, hogy blöffölök. A Tóth BT-nek a kislánya, a tanítványom is volt, most 5 éves névklasszakos, jött, hogy hozta a könyvem, hogy ennek alapján csinálom a szakdolgozatom a bölcsődőről, a síri, tessék még hozzá nekem segíteni. Minden további nélkül azt mondtam, gyere fiam, akármikor jössz, nyitva az ajtóm mindenki számára. Itt voltak ugye olyan dolgok, aminek benne kellett volna lenni az újságban. Ásatás volt a polgármester úr, jó voltából itt. A gyerekek nem tudták, jönnek, még nem is ismertem, mert tessék már mondani, hol ásnak? Mondom, itt valahol a Böszörmény úton, a te feszületnél este 5 óra után hívjátok fel, Bocz Péter bácsi, ő megmondja, menjetek, segítenek nektek. Úgyhogy, vagy volt ugye a vasút 125 éves évfordulója Debrecentül, Tiszalökig, minden iskola készült rá, itt nem tudtak róla. Miért nem tudtak róla? De ha az újságban, az előző számban benne lett volna, vagy abban, akkor tudnák, és akkor elmentek volna. És ez az igazság, hogy ez hozzátartozik a városunknak a fejlődéséhez, meg ahhoz, hogy tényleg, ha azt akarjuk, hogy előre lépjünk, akkor igenis segítjük. Vagy miért csináltuk meg a három alkalommal az ingyenes tábort? Mi nem vettünk nem semmit, a gyereknek még az ebédet is kipanamáztuk, pajáztunk, ez az, elvittük őket ingyen kirándulni. És ha ebben az évben is nem tudjuk még egyelőre, mert ugye ebben a könyvtár is beszállt, meg az iskola is, kérem azoknak a nevelőknek a nevét is fel kéne néha nekem említeni, akik a tanítás év után még ráhúzták az egy hetet, eljöttek reggel 9-től és este délután 4-ig ott voltak, és kérem dokumentál bizonyítják a gyerekek, hogy mit tanultak, olyan értékes dolgokat, dologról, amik behetősz a könyvesboxhoz, mikor felsőbb iskolába sor kerül rá, mert sor kerül, egyre inkább, akkor kérem, ezeket ők előveszik és segítik, vagy még ha felhasznosítják. Ugye néphagyomány napirenden szól a rádióban, tévében. Azt, amit nagyon sok helyen elmondanak, nagyon sok polgármester is megnyilatkozik, hogy igenis, mink is gyűjtjük a falu történetét, mink csináljuk. Mink ezt már 20 évvel ezelőtt megkezdtük. És akkor még meg szeretném annak a pár nevelőnek a nevét, akik önzetlenül jönnek, Pap Józsefné, Junker Zsike, Szabó Miklós, Ince Mihály, Nagyhajú Katika, Szanisné. Most is kérdezték, lesz tábor? Mert megyünk, rászánjuk az egy hetet. És azért mondom el, hogy tudják önök, mert sajnos ez az igazság, mostanában nem is hívunk senki. De nagyon sok képviselő, urat nem is érdekel, hogy egyszer abban a táborban eljönne csak egy fél napra, és akkor látná azt, hogy milyen komoly munka folyik, és mert a gyermek délelőtt gyűjtöl, délben megyünk meg, és délután pedig odaül a számítógép mellé, oda három gyerekre egy nevelő, és akkor
önállóan csinálja, szerkeszti, és ha valami van, akkor gondolkodjátok, ezt nem így kell megcsinálni. És a gyermek rengeteget tanul, ami nagyon fontos, mert sajnos ugye mindig azt mondjuk, nincs szövegértés, nincs hely, nem tudnak olvasni a gyerekek meg egyebek. Úgyhogy ez az igazság, hogy ez mi. Na most az utolsó dolog az, hogy ugye, amit mondtam, hogy én nagyon sok mindenkit. Hát ilyen kedves tanítványom volt, meg ma is az, aki 20 év óta felbecsülhetetlen értéket teremtett meg az Egyesületnek, mert az a sok száz fénykép, amit benne vannak a kiadványainkban, azt mind Ince Mihály csinálta, ingyen és bérmentve. Már sokszor azon vitatkoztam, meg megvettem neki a papírt, hogy itt van fiam, most csináld, mert nem lehet, hogy ennyit dolgozzál ingyen és még anyagiak ennyit. Az összes emlékfáknak ugye ő csinálta meg az emléktábláját ingyen, és kérem. Ő volt az első között az a gyerek, aki amikor ilyen versenyek voltak, országos történelmi versenyen eljutott Budapestig. De ő ezt nem, igen, nem tudja senki, mert ő meg annál szegényebb, hogy ilyenekkel kérkedjen. És kérem, az országos versenyen az első tízben benne volt, és egy hónapig jutalomtáborban volt Jugoszláviában. És abban a nehéz időkben, Csak ezt azért mondom el, és most jön az, amit, hogy olvasom ebbe a szent nagy hozzájövődik programba. A polgármester választás titkos szavazással. Hát kérem. Ahogy a képviselő urakra a város szavazott, és ha ez kell, én még Orbán Viktornak is megírom, hogy módosítsa a törvényt, hogy igenis az alpolgármester választásba szóljon, legyen jogunk beleszólni. Nem pedig az, hogy itt 3-4 ember eldöntjük, hogy már pedig Ince Mihály nekünk nem kell, mert személyi bosszú meg egyebek, szavazzuk le. És most is mi lesz, uram? Az lesz, hogy leszavazzák. Nem kell. De rendben van. De indokolják meg. Indokolják meg is. Írják le a dologi újságban, hogy Ince Mihály miért nem alkalmas alpolgármesternek, amikor kimerem mondani, hogy a képviselőtestület egyik legkiválóbb tagja, Miszlovics Andrájával egyetemben, egyik legkiválóbb tagja, vagy legkiválóbb nagy műveltségű tagja a városnak is, széles látókörrel, sok oldalú műveltsége rendelkezik. Aki ezt megcáfolja, állok elébe. Köszönöm szépen. Megkérem mindenkit, hogy a leginkább a tárgyhoz kapcsolódó hozzászólásait tegye meg, bár hozzáteszem azt, hogy ennek is volt összefüggése a civil élettel, a civil munkával kapcsolatosan. Jól látható az, hogy a civil szervezetek az elmúlt években a beszámolóból is szépen kitűnik, hogy nem csak arra hagyatkoztak, hogy az önkormányzat hogy és miként fogja tudni támogatni, hanem igenis többen tesznek azért, hogy külső forrásokat találjanak, pályáznak. Erről azt gondolom, hogy közmeghallgatáson is szóltam, de most is több szervezetnek az NCS pályázatát írják, hogy segítenek a hivatalban. A LEADER program újraindul, és abban biztos megint lesz lehetőség civil szervezeteknek pályázni, mint hogy az elmúlt időszakban a Nemzeti Kulturális Alaphoz, vagy éppen most nem tudom, hogy a Veselényi Sportalapítványt hogy hívják, de az utódjához kapcsolódóan is megvannak azok a lehetőségek, illetve nem egy olyan alkalom volt, pont itt a Honismeret és Városvédő Egyesület, aki hát éppen az interneten eldugva megjelent egy pici pályázat, amiből nem nagy pénz, 100-150 ezer forint, vagy 50 ezer forint volt, már pontosan nem is emlékszem, talán pont a honismereti táborhoz nyert el az Egyesület, amire nem is biztos, hogy felfigyeltünk volna egyébként, de hál' Istennek a lányok azért, ez a könyvtárnak volt. De a lényeg az, hogy a feladat ellátáshoz kapcsolódóan, illetve a vállalt feladatok ellátásához kapcsolódóan, a tagság, mert adott esetben azért is jön létre egy közösség, hogy ezt a közösségi létet megélje, illetve azt a célt, amit kitűznek, teljesítse. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, van-e valakinek kérdése civil szervezet jelenlévő tagjaihoz? Miszlovics Andrea. Én elsőként az elismerés szavait szeretném közvetíteni a jelenlévő klubok, egyesületek, önszerveződő csoportok tagjai irányába, illetve szeretném megköszönni azt a munkát, amelyet Hajdú Dorog érdekében kifejtenek.
És én úgy gondolom, hogy valóban a magas kultúrától egészen a szórakoztatásig minden egyes dolgot igyekeznek, illetve irányvonalat igyekeznek képviselni, és amely valóban nagyon-nagyon fontos annak érdekében, hogy Hajdúdorog fejlődni tudjon, kultúrája folyamatosan épüljön, hagyományvilága fennmaradjon, megmaradjon, illetve a fiatalokhoz is eljuthasson. Kérdésként merült fel a kulturális bizottság ülésen, hogy milyen módon lehet támogatni a civil szervezeteket vagy önszerveződő csoportokat, különösen azokat, akik természetesen nem rendelkeznek cégbírósági bejegyzéssel, és már akkor is megfogalmaztam, illetve azóta is amellett állok ki, hogy mindenképp szükséges lenne az, hogy a Görög Demeter Művelődési Ház égisze alatt működő önszerveződő csoportok, társadalmi összejövetelek, közösségek kezdjék el, indítsák el a hivatalos bejegyzésüket, amely által lehetőségük lenne arra, hogy folyamatosan pályázzanak, és ezzel is segíteni, illetve biztosítanák az egyes önszerveződő csoportoknak a munkáját. A másik dolog pedig, hogy lehetőség van arra természetesen, hogy a képviselőtestület is segítse ezeknek a csoportoknak, önszerveződő közösségeknek a munkáját, és erre az egyik első legjobb lehetőség a hétvégén meghirdetett nótaest, amelyre azért már több képviselő is reagált, illetve sokat tett annak érdekében, hogy ez sikeres legyen, és azáltal, hogyha belépőjegyet vásárol erre a nótaestre, azzal is tudja támogatni az Akácos út nótaklubot. De ugyanígy lehetősége van támogatni a képviselőtestületnek, például a Honismereti és Városvédő Egyesületet is, amennyiben az előbb felsorolt 9 kiadvány közül bármelyiket megvásárolja. És tudom azt, hogy általában egy-egy háztartásba elegendő egy-egy darab, de abban az esetben, hogyha ajándékozásra kerül sor, vagy bármilyen díjazásra, akkor lehetőség van ezeknek a kiadványoknak a megvásárlásával újra hozzájárulni az egyesület hathatósabb munkájához. Ezen kívül még szeretném elmondani, hogy a hétvégén szintén lehetőségem volt részt venni a Görög Demeter Kertbarátkör által szervezett bor és pogácsa versenyen, amely magas színvonalon sikerült, illetve valóban én azt mondom, hogy elérte célját, és nem az egyszerű szórakoztatásba ment át, hanem tényleg hagyományos céllal valósult meg, és ezen kívül lehetőséget adott arra a hajdúdorogi embereknek, hogy bemutassák, hogy mit is sikerült elérni a kertművelés tekintetében, illetve a szőlő és a bor finomítása, illetve a bor egyre jobb elkészítése tekintetében. És valóban csak gratulálni szeretnék, és itt is én úgy gondolom, hogy lehetősége volt a képviselőtestület tagjainak arra, hogy támogatást biztosítson a kertbarátkörnek. És én még egyszer csak gratulálni szeretnék, és nagyon szépen köszönöm, mert tudom nagyon jó, hogy nem egyszerű egy beszámolónak az elkészítése, hogy ennyire mérehatóan, tartalmasan igyekeztek elkészíteni az egyes szervezetek a beszámolót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!